Csányi Sándor, Bige László, Demján Sándor, Gattyán György, Széles Gábor, a leggazdagabb magyarok. A Forbes rendszeresen összeállítja a legtehetősebbek listáját. Tavaly ősszel arról beszéltek, kifizetődőek a politikai kapcsolatok. Azt látjuk, hogy aki az államhoz közel áll, vagy a politikához közel áll, ők bizony nagyon jól tudnak keresni, és nagyon szépen tudnak keresni. Összeállítottak egy listát a leggazdagabb magyar családi cégekről is tavaly. Ezen a Dolomit Kőbányászati Kft., amelynek többségi tulajdonosa a miniszterelnök édesapja, a 22. helyen szerepelt. Az idei beszámolók alapján a tulajdonosok 500 milliárd forint osztalékot vettek ki. És Orbán Győző családi cégéből, a Gánd Kő Kft.-ből is kivettek 730 millió forintot. A cég rendszeres beszállítója állami beruházásoknak. Édesapám, hogy megy az üzlet, hogy állnak a bányák, mennyi a bevétel? Szokott-e a családtagokkal üzleti kérdésekről beszélgetni? Ezt kérdezte a miniszterelnöktől a parlamentben az LMP társelnöke. És hogy nem szokta-e mondani, hogy idézem, nem kéne ennyire túltolni ezeket az állami beruházásokat. Az osztalék az 2010 és 15 között 3,9 milliárd volt, ebből 2015-ben 2,2 milliárd forint jött be. Ez annyi pénz, amennyit egy átlagos ember 1000 év alatt keres. 1000 év alatt. Tehát Szent Istvántól mostanáig, hogyha valaki dolgozott, ennyit keresett volna ezen a gödrön. Köszönöm, hogy érdeklődik a családi beszélgetéseik iránt, de szeretném jelezni, hogy nem tartozik a parlamentre a képviselő társaink közül senkinek sem a családi beszélgetése. Ezt vegye figyelembe, legyen kedves. A miniszterelnök ezúttal is azt ismételte el, amit máskor, hogy a kormány nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Amennyiben valakit üzleti ügyek érdekelnek, akkor rossz helyre teszi fel a kérdést, ha a kormány tagjainak címzi azokat. Ha van kérdezni valója, forduljon az érintettekhez. Álljanak azok egyébként bármilyen személyes kapcsolatban is, a kormánypárti képviselők, vagy épp a kormány bármely tagjával. A miniszterelnök ismét elmondta azt is, hogy ha a képviselőnek bármilyen bűncselekményről tudomása van, tegyen feljelentést, ő pedig azért vállal felelősséget, amit a vagyonnyilatkozatában leírt.